kongresszust tart a Szociáldemokrata Párt Berlinben. Az SPD hanyatlása hosszú évek óta tart, a 2015-ös bevándorlási válság után pedig zuhanásba váltott. Többen abban látják a kiutat, hogy szakítani kellene a jobb oldallal, vagyis Angela Merkelékkel, és ki kellene léptetni a pártot a nagy koalícióból. Wolf Nagy Tünde jelentkezik most a német fővárosból. Tünde, a kongresszus nagy kérdése az volt ugye, hogy maradjon-e a nagy koalíció vagy sem, hogy döntöttek a pártvezetői, illetve tagjai? Jó reggelt kívánok! Nagy áttörés, jövőbeli víziók és kilépés a nagy koalícióból. Nagyjából ezt lehetett hallani a pártkongresszus előtti napokban, sőt hetekben is. Ebből nem sok minden maradt. Úgy tűnik, mintha az SPD megijedt volna a saját elképzeléseitől, a saját árnyékától, hogy úgy mondjam. Ugyanis nagy áttörés nem történt, közepes beszédeket lehetett hallani, megválasztották a viszonylag ismeretlen elnök párost, nem egy, hanem két elnök, és nem három, hanem öt alelnököt választottak, ezzel talán lezárult a személyi viták sora, de azt nagy többséggel leszavazták, azt az indítványt tegnap az SPD párt delegáltak, hogy azonnal kilépjenek a nagy koalícióból, és megszavazták szintén nagy többséggel azt az indítványt, hogy azonnal nem kell ugyan kilépni a nagy koalíciós kormányból, de bizonyos pontokról tárgyalni kell a CDU-CSU-val. Ezek a bizonyos pontok a minimálbér kérdése, a klímapolitika és a költségvetés kérdése. Ezzel gyakorlatilag a viharfelhők nem tűntek el az égről, csak éppen tegnap nem tört ki a vihar, illetve az SPD ezt a nagyon fontos döntést átpasszolta a CDU-CSU térfelére, akik egyébként korábban azt mondták, hogy szó sem lehet arról, hogy újra tárgyalják a koalíciós szerződést, és valami fajta más megállapodásra jutnak ahhoz képest, amit két évvel ezelőtt elhatároztak. Vagyis igazából elnapolták csak a konfliktust, de azért a nagy koalíciós kormány még nincsen megmentve, még azért a konfliktus az talán borítékolva van. Hogy fogadták a másik oldalon az eddigi döntéseket? Ugye egy háromnapos kongresszusról beszélünk, azért tegyük hozzá. Tehát a CDU-CSU jobboldali pártszövetség, a nagy koalíció másik tagja, hogy fogadta az eddig történteket? Egyelőre nem nyilatkoztak, vagy csak nagyon visszafogottan nyilatkoztak a pártszövetség másikért pártja, a CDU és a CSU vezetői, hiszen a pártkongresszus valóban még vasárnapig tart. Nagyon nyílt konfliktus felvállalás nem is nagyon volt tegnap a beszédek során. Annegret Kramp-Karrenbauer ellen voltak ugyan finom kirohanások, de egyáltalán nem azzal a hévvel, nem azzal a lendülettel, amivel először, vagy legalábbis a pártkongresszus előtt lehetett volna erre számítani. Természetesen árgus szemekkel figyeli a CDU és a CSU is, hogy mi fog történni az SPD-ben, vagy figyelte. Mert hogyha ott a többség úgy döntött volna, hogy kilépnek a nagy koalícióból, akkor akár új választás is következhetne. Az valószínűleg nyilvánvaló, hogy a két új vezetőt, akik viszonylag ismeretlenek, Walter Borjansz és Saskia Esken, azért lettek új vezetők, egyáltalán azért választották meg őket, mert ők azt javasolták, hogy ki kell lépni a nagy koalícióból, ezért is szavaztak rájuk, és Kevin Kühnert, aki a fiatal uniónak, illetve a fiatal szocialistáknak a vezetője, ő kifejezetten már akkor, amikor a nagykoalíció létrejött, a nagykoalíció ellen kampányolt, és most is egyértelművé tette, hogy a párt folyamatos lecsúszása, a folyamatos gyakorlatilag megsemmisülése az annak köszönhető, hogy a Szociáldemokrata Párt a nagy koalícióban háttérszerepet tölt be. Folyamatosan másodhegedűs a CDU-CSU oldalán, és bizony ezért megbüntetik a választók, és az egyetlen lehetőség a szociáldemokrácia számára, hogy kilépjen ebből a nagy koalícióból. Csak hogy ezt számokkal is alátámasztam, 2002-ben nyert utoljára választást az SPD 39%-kal, ehhez képest a közvéleménykutatási adatok szerint most 13-14
4%-on áll, sőt volt olyan tartományi választás, ahol egyjegyű értéket ért el. Vagyis a szociáldemokrácia jövője az nagyon is kétes, de a jelene is kétes. Ehhez képest tegnap az volt az érzésem, hogy nem is a jelenről és a jövőről, hanem inkább a múltról beszélgettek, ami szintén nem tesz jót a pártnak. De hogy miért nem hozták meg mégis azt a döntést tegnap, hogy húzzunk egy vonalat, lépjünk ki a nagy koalícióból, és aztán meglátjuk, hogy hogyan tovább. Valószínűleg ennek az az oka, hogy mindenki attól retteg, hogy ha kilép a nagy koalícióból az SPD, és mondjuk új választás következik be fél időben Németországban, akkor a választók megbüntetik azt a pártot, amelyik felrobbantotta a nagy koalíciót, a kormányt, amelyik új választást, előrehozott választást indukált emiatt. Vagyis az SPD nem szeretné magára vállalni ezt a szerepet, most átdobta a CDU oldalára. A CDU sem szeretné ezt a szerepet magára vállalni, ezért elképzelhető, hogy a következő hetekben, hónapokban, sőt az sem kizárt, hogy években ugyanez a kettős játék fog bekövetkezni, miközben a CDU is veszít a népszerűségéből, meg az SPD is veszít a népszerűségéből, sőt az emberek elveszítik a bizalmukat a politika és a kormány iránt. Wolf Nagy Tündének Berlinből köszönjük a jelentkezést. Ahogy hallhatták, azt tehát nagy többséggel megszavazták a német szociáldemokraták, hogy tárgyaljanak konkrét kérdésekről a másik két kormánypárttal. Ezzel pedig elemzők szerint, és erről beszélt tudósítónk is az előbb, gyakorlatilag borítékolni lehet a további vitákat. Elemzés következik most. Fábián Barna kollégám kérdezi vendégét. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, Kiszeli Zoltán, politológus, Németország szakértő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mi van itt a háttérben? A két társelnök, mert nem volt példa még a SPD 150 éves történetében, a kongresszus sor meg előtt is azt mondták, hogy ki kell lépni a koalícióból, és támadták Merkelt. Ahogy megválasztották őket, mindjárt azt mondták, hogy nem kell, kicsit még maradunk. Hát, mi ennek az oka? Hogy is fogalmazzak, hogy ne csak meg senkit szalonképes legyen. Tehát bent a lakásban nem jó a levegő, de nem megyünk ki, mert kint hideg van. Hát valóban korábban a tagság és a közvélemény nyomásának engedtek, mert a közvélemény is változást akart, hát Angela Merkel 2005 óta 14 éve kancellár, és hát azt látják, hogy kezdetben még jól kormányzott, ám az euróválságnál még csak-csak, de hát a migránsválságnál is azóta a recesszióval, a gazdaság lassulásával pedig már kifejezetten rosszul kormányozza, ami az eredményeket illeti, és hát ezért akartak az emberek és az SPD tagja is változást. Korábban magyarul gyomorból beszéltek ez az elnök páros, akkor még csak jelöltként, és most, hogy megválasztották őket, most valóban azelőtt a kényszer előtt állnak, hogy ha fel is mondanák a koalíciót, akkor a CDU-CSU-nak még mindig van egy másik lehetőség, a kisebbségi kormányzás, ami Németországban szokatlan, de a közvéleményt az utóbbi hetekben felkészítették a médiában arra, hogy akár egy kisebbségi kormányzással is a CDU kitölthetné a ciklust, vagy hát ami a szocdemeknek a legnagyobb félelme, hogy Merkelék a kifacsart citrom szociáldemokráciát eldobják, és a zöldekre cserélik őket, és ugyanazt a politikát folytatják, mint most, csak nem a szocdemekkel, hanem a zöldekkel, kicsit zöldebb árnyalatban. Ezért volt hangsúlyos a kongresszuson, hogy a klímapolitikával, az éghajlatváltozás ellen nagyon sokat kell tenni a koalícióban. Átvették az zöldektől a kottát? Hát azt látjuk, hogy igazából az európai választás előtt a nyugati balliberális mainstreamben a klímaőrület a meghatározó, tehát a klímaváltozás van, kell ellene tenni, azonban a nyugati elitek azért választják ezt a témát metatémaként, mindent kiszorító témaként, hogy ne kelljen a migrációról beszélni, hogy beengedtek 2 millió embert Európába, főként Németországba, akiknek a 20%-a ha dolgozik, és ez is csak minimálbéren, tehát nem hozzátesznek az európaiak jólétéhez, hanem elvesznek abból. Vagy a másik, hogy ez az elit, amely kormányon van Nyugat-Európában, nem volt képes egy olyan gazdaságpolitikát folytatni, ami az átlag nyugat-európai embereknek, de mondhatnánk az átlag amerikainak, azt az életszínvonalat biztosítja, amit a hidegháború után, és főként ugye még az euró bevezetése előtt, vagy a globalizáció előtt megszoktak. Tehát ezekről a problémákról terelik el a figyelmet a klímavédelem, a klíma kérdésével, és hát a szozzemek is kénytelenek voltak beállni ebbe a sorba. Wolf Nagy Tünde, berlini tudósítónk az előbb említett, hogy két kevésbé ismert, legalábbis a közvélemény számára, lehet, hogy a párton belül igen ismertek voltak, hiszen a hölgy most is Bundestag képviselő, az úr pedig Észak-Rajna-Vesztfáliában volt korábban pénzügyminiszter, tehát nem az utcáról estek be, de azért választottak talán ismeretlenebbeket, mert
a fajsúlyosabb politikusok nem vállalták. Hát ez egy többkörös elnök választás volt, nagyjából 10 páros indult, férfinőből álló páros, és ők már két páros maradt a végén. A pénzügyminiszter, aki Merkelnek mondjuk feltétlen híve, jobboldali szociáldemokrata, ő a neoliberális gazdaságpolitikához ragaszkodna, magyarul a fegyelmezett költségvetéshez, hogy ne legyen új adósság a Németországnak. Ugye ez az egyik fő kérdés. Ők igazából, akik maradtak a végére, ebből a nagyjából 10 párosból, ők ezzel szemben valóban korábban a tagság és a közvélemény nyomásának engedve, az pont szembe helyezkedtek Merkel és a kormányban lévő szozdemek politikájával, magyarul ők több adósságot akartak, hogy ebből a több adósságból több jusson mondjuk a nyugdíjakra, az infrastruktúrára, vagy az oktatás politikára, tehát ez volt a vita, igazából ők maradtak a több ilyen, hát több ilyen noném, vagy ilyen másodvonalbeli jelölt közül, első vonalbeli politikus már nem nagyon van a szociáldemokráciában. Ezt akartam megkérdezni valóban, hogy van ott egyáltalán fajsúlyos politikus még? Hát nem nagyon látszanak, tehát az látszik, hogy ahogy egyébként az egész szociáldemokrácia, ha megnézzük Európában vagy Amerikában a demokratákat, azt látjuk, hogy mondjuk Amerika az kicsit más, de Európában leginkább ilyen bürokraták, pártaparácsikok kerültek a szocdem pártok élére, akik jól helyezkedtek, ifjú szoci vezetőként megszervezték magukat, tapasztalatot gyűjtöttek, és hogy beleöregedtek az időbe, képviselők lettek, miniszterek lettek, tehát igazából nem azt látjuk, akik aparácsikokat látunk, akik elveszítették a kapcsolatukat a szavazókkal, ugye Gerhard Schröder, Clinton és Tony Blair, Magyarországon Gyurcsány Ferenc, átalakították a szocdem pártokat, és igazából neoliberális pártokká tették őket, már nem a nyugdíjasokat, bérből, fizetésből élőket képviselik, hanem a multicégeket, tehát a gazdasági nagy érdeket, és innentől kezdve, hogy elveszítették ezeket a szavazókat fokozatosan, láttuk a számukban is ezt a csökkenést, és azt is látjuk, hogy már nem a kis egzisztenciák, a szegény emberek, a bérből, fizetésből élők, a keményen dolgozó kis emberek érdekét képviselik, hogy ezt a régi fordulatot is előhozzuk, hanem a nagy tőke az integráció érdekét, és hát bizony ezek az emberek lepotyogtak, elpártoltak tőlük, és most már leginkább a bevándorlás ellenes vagy protestpártokat erősítik. 2002-ben 38,5%-ot ért el a szociáldemokrata párt Németországban, most legutóbb 12-13%-ra mérik, még kevesebbre is, mint ahogy elhangzott, már van ilyen is. Mi lehet ennek az őrületes csökkenésnek az oka? Hát a politikabeli változásról már beszéltem, hogy a bérből, fizetésből élők, a nyugdíjasok érdeke helyett a nagy tőke érdekét képviselték. A másik, hogy hát Gerhard Schröder szozdem kancellár volt az, aki pont ezt a győzelmét arra használta föl a második ciklusában is, hogy átalakítsa Németországot. Nagyon lecsökkentették a szociális segélyt, ennek összege most havi 420 euró körül van, illetve hát a minimális órabér is igazából akkor ragadt be. Azt látjuk, most a 9,19 euró, ja, és ezt akarják 12-re felvinni. Jó, de úgy, hogy eddig kormányon volt a szocdem párt a CDU-val, és 30 centtel emelték eddig, tehát 8,85-ről emelték most 9,19-re, és ez tehát magyarul, hogy ilyen csigatempóban növekszik a minimálbér, miközben egy nagyvárosban az elszabadult lakbérek miatt, vagy a megújuló energia miatt, az egekbe elszállt villamos energia lakossági árak miatt 15 euró alatt már nem lehet kijönni. 12 euró az 5 éve lett volna jó, amikor még ilyen 8 euró körül volt a minimálbér, és azt látjuk, hogy a szozdemek is a nevüket adták ahhoz, hogy ilyen minimálisan nőjön csak a minimálbér. Most már késő, mert a baloldali párt ugye már 15 eurót ígér minimális órabérként, tehát a 12 egy olyan kompromisszumos javaslat, ami a német gazdaságnak sok, viszont az embereknek a nagyvárosi megélhetéshez kevés. Úgy forintra átszámítva olyan 3200 forint. Nem érdemes forintra átszámolni. Nem akarom, csak úgy nagyjából 4000 lenne, de nem érdemes átszámolni. Még egy, azt mondja a SPD a kongresszuson, idézem, a mostaninál határozottabb baloldali politika kell. Hát köszönöm, de eddig akkor mi volt, határozatlan? Vagy nem, mondjuk hát, az látszik a százalékokból. Minden elnök ezt megígéri. Tehát azt látjuk, de nem történik semmi. Hát azért nem történik semmi, mert mit mondtam, a pártelit az nem a tagság érdekét nézi, nem a szavazó érdekeit nézi, hanem a német szozdemek azt a német birodalmi érdeket nézik, hogy egyben kell tartani az Európai Uniót, a német gazdaságnak a házi piacát, a multicégek, nézzük meg a szozdem politikusokat, hát mind a multicégekhez igazolnak át. Schröder is. Hát Schröder a Gazpromnál, Christian Kern volt osztrák kancellár, az orosz államvasutaknál van. Hát mondjuk ő hazament, mert onnan jött. Tehát egy csomó, hát a vasútnál marad, de igazából azt látjuk, hogy a legtöbb baloldali politikus mind ilyen multicéghez vagy bankhoz igazol át, és amit politikusként elvégez munkát, utána abban a szektorban keres magának elhelyezkedést, tisztelet a kevés számú kivétel. Kicsit közbe szaglászik az ember, valami olyasmit érez, hogy a német állampapíroknak meg a betéteknek, hogy mínuszba fordulhat
kamata? Ez egy új tendencia, ugye az Európai Központi Bank már szinte nulla alapkamatot fizet, és a bankoknál elhelyezett pénz is a költségek miatt igazából fogy, mint növekszik, alacsonyak a kamatok, és most van egy próbaper, ugyanis az első német takarékszövetkezet a lakosságra már az első centtől kezdve a lakossági betéteknél negatív kamatot fizet, ez most még csak mínusz 0,05 lenne, ezért fordultak a betétesek bírósághoz, hogy a bíróság döntse el, hogy lehet-e negatív kamatot adni minden befektetésre, lakossági befektetésre, az első centtől kezdve. Ez azt jelenti, hogy a negatív kamat azt jelenti, hogy 100 eurót berakok, és 99,50-et kapok vissza. Ez most még nem tűnik soknak, de hogyha ez elfogadja a bíróság, és elfogadják a betétesek, hogy negatívval, minusszal kezdődik a kamat betéte, csak időkérdése, hogy ebből a mínusz 0,5-ből, ami most még nem tűnik soknak, mikor lesz mínusz 1, mínusz 2, vagy mínusz 7% kamat. Tehát akkor megyünk csak végig. Kevés időnk van, de ezt még nem hagyom ki. Minél kevesebb kamatot fizetnek, vagy egyáltalán nem fizetnek, megmarad egy csomó pénz, milliárdok. Ezzel akarják betömni mondjuk a nyugdíjkassza hiányát? Hát ez az államnak mindenképpen jó, már most is a 10 éves német állampapíroknál, aki 100 eurót berak, csak 98-at kap vissza, pont azért, és ezzel a német államadóssága csökken. Ebből van egy kiegyensúlyozott német államháztartás, hogy az állampapírokra, 10 éves papírokra, aki beteszi a pénzét, kevesebbet kap vissza, mint amennyit betesz. A különbségből csökken a német államadósság, és ebből tudnak új adósságokat csinálni, csak hát a szozzenek azt mondják, hogy ezt föl kéne fokozni, még nagyobb irányban kéne ezzel az eszközzel élni. A CDU azt mondja, hogy óvatosan, lassan, mert az emberek ezt nem fogják elfogadni. Kiszeri Zoltán politológus, Németország szakértő. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.